pályaválasztási kiállításunkon a következő helyszín és stand a Bátaszéki II. Géza gimnázium. Hát szinte hazajárunk, ugye nagyon közel van Szekszárdhoz, az intézmény bemutatásában pedig Sümegi József igazgató úr lesz a segítségemre. Mit érdemes, mit kell és mit lehet tudni a Bátaszéki II. Géza gimnáziumról? A Bátaszéki II. Géza gimnázium kisebb gimnáziumok közé tartozik, és épp a kicsiségénél fogva tud egy olyan hangulatot, családias légkört biztosítani a diákok számára, amely mind az oktatásban, mind pedig a nevelésben segíti az eredményes előrehaladást. Két osztályt tervezünk indítani, egy 6 és egy 4 év folyamos gimnáziumi osztályt, és ebbe várjuk igazában a diákokat. Mi az a különlegesség, ami kiemeli a II. Géza gimnáziumot a többi gimnáziumtól itt a megyében? Én tudok egy párat, de azért meghagyom igazgató úrnak ezt a feladatot, hogy elmondja. Én azt gondolom, hogy elsősorban az igényes oktatás, a következetes számonkérés és az egyéni bánásmód, főleg a nevelésben, tehát az egyéni odafigyelés. Diákoknak figyelemmel tudjuk kísérni az egyéni előrehaladását, és ez talán épp a kicsiségünk teszi lehetővé. A másik talán az eredményes nyelvoktatásunk, ugye nyelvoktatásra és az informatika oktatásra tesszük a hangsúlyt, hiszen ezekből a tantárgyakból lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni, és nem mindegy, hogy a diák 12. év végén a diáknak hány vizsgája, érettségi vizsgája marad. Ezek a vizsgák, ha valaki emelt szinten teszi, ezzel középfokú nyelvvizsgát is tud szerezni, ezért mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, fakultációs keretben plusz óraszámot tudunk biztosítani, tehát emelt óraszámot is, annak a nyelvnek az oktatására, amelyiket főnyelvként választja a diák. Természetesen nem hagyhatom ki azokat a sajátosságokat, amelyeket valóban a Bátaszéki gimnáziumot különlegessé teszi. Ilyen talán az iskolai hagyományok, amelyben egészen különleges, én azt gondolom, hiszen itt akár diák is, illetve akár király is lehet az, aki hozzánk jön, hiszen a névadónk ünnepét általában úgy ünnepeljük meg minden évben, hogy a diákok közül választunk ki királyt, királynét, és azt a II. Géza által alapított ciszterci romtemplomban meg is koronázzuk. De ugyanígy sorolhatnám ide a nemzetközi kapcsolatainkat, az alapítványi támogatásainkat, és mindazokat a kulturált neveléshez kapcsolódó dolgokat, amelyek ezt támogatják. Ilyenek például az, hogy rendszeresen színházba visszük a gyerekeket korcsolyázni, virágkiállításra, és hát azok természetesen azok a programok, amelyeket helyben biztosítunk számukra. Sport tekintetében milyen lehetőségek vannak az iskolában? A sportnál is megvannak, tehát megvan egyrészt az a lehetőség, hiszen Bátaszéken sportcsarnokon kívül tanúszoda is van, tehát nagyon szép eredményeket hoznak egyébként a gyerekeink az úszásban is. Úszás, karate, futball, kézilabda, kosárlabda, tehát mindazok a sportágok, amelyek Bátaszéken adva vannak, ezek biztosítják, hogy a gyerekek megtalálják a maguk számítását, természetesen ezen a téren is. Felvételihez kötött az iskolába való jelentkezés? Nem kötött, felvételi vizsgát mi nem kérünk. Mi az általános iskolából hozott jegyek alapján, az érettségi jegyeknek az átlaga alapján rangsorolunk, és így lehet bekerülni mind a 4, mind pedig a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályba. Szeretettel várjuk a diákokat a nyílt napunkon, december 1-én, ez egy szombati nap, amely munkanap, amikor tájékoztatóval, iskolával történő ismerkedéssel, illetve lehetőség lesz tanórákon is részt venni.